Elkezdték a régészeti ásatásokat a Maros Szentgyörgyi Mária Fi A szakemberek már is találtak olyan leleteket, amelyek egy korábbi kastélyra utalnak. Az épület teljes felújítása jövőben kezdődik, egy kulturális központot kívánnak kialakítani. Grófok és főurak sétálgattak hajdanán ezek között a falak között. Hosszú évek óta azonban elhagyatottan áll a kastély. Az épületet nemrégiben vásárolta meg a Máriafi családtól a Maros-Szentgyörgyi önkormányzat. A szakemberek már hozzákezdtek a felújítás előtti régi szeti feltáráshoz. A kastély az 1870-es években épült, ám a falak egy régebbi épület nyomait rejtegetik. A Máriafi kastély előtt létezett egy korábbi kastély a Petki családhoz kötődik, és ennek a maradványait kutatjuk, esetleg a falait, hogy be vannak építve, felhasználták a mostani kastélynál a régi részeket. Ezek a faragott kövek egyértelműen a korábbi 17. századi reneszánsz udvarházra utalnak. Petki István, aki többször, többször volt erdélyi helytartó, apafi alatt, és Ferdelmi udvarmester is volt, Ő az utolsó napjait, sőt az utolsó éveit itt töltötte ebben a kastélyban, vagyis mutatja, hogy ez egy bizonyos kedvenc tartózkodási helye volt. Népes csapat dolgozik a feltáráson, hogy a jövőben is sok a kedvenc tartózkodási helye legyen a kastély. Az Erdély Történeti Múzeum munkatársai és a Budapesti Ötvös Lorentz Tudományegyetem, valamint a Báves Bólyai és a Petrumájó Tudományegyetem hallgatói végzik most az előzetes munkálatokat, de a kastély felújításakor is mentőásatás és régészeti felügyeletet biztosítanak majd. Pályáztunk is a felújításra, a tetőszerkezetet sikerült újjáépíteni, most egy újabb pályázat révén a teljes épületet szeretnénk felújítani, és ide egy kulturális központot, falu múzeumot, koncerttermet, néprajzi kiállítást, festészeti kiállítást szervezni az ottani termekben. Ez lenne a cél, és ha Jóisten megsegít, jövőre ez sikerül is. Bár a kastély udvara nincs a Maros-Szentgyörgyi önkormányzat birtokában, ezt is szeretnék a védnökségük alá helyezni, hogy egy turisztikai központtá váljon a Mária Fikastély.